Húsvéti ellenőrzések. Eddig 150 élelmiszerlánc vizsgálatot tartott a Nébih Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az elsődleges eredmények pozitívak. Káros szenvedély. Bár a korábbi évekhez képest kevesebbet, más országokkal összehasonlítva még mindig sokat dohányoznak a fiatalok Magyarországon. Meglepetés a kicsiknek. Színezőket, plüssállatokat és két tévét kaptak a nyíregyházi Józsa András Oktatókórházban gyógyuló beteg gyerekek egy helyi segítőcsoporttól. Eddig 150 húsvéti élelmiszerlánc ellenőrzést tartott a Nébih Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az elsődleges eredmények alapján biztonságosan lehet vásárolni az ünnepek előtt húskészítményeket, tojást, valamint egyéb az ünnepi hagyományokhoz köthető termékeket. Nem csak a kereskedőknek kell azonban odafigyelni, a termékek megfelelő tárolása otthon is elengedhetetlen ahhoz, hogy egészséges, friss élelmiszerek kerüljenek az asztalokra. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal március hónapban a húsvéti hagyományokhoz köthető termékekre fókuszál. Ellenőrzik a pácolt, a füstölt nyers vagy főtt húskészítményeket, a tojást, különféle borokat és a csokoládékat is. Előállítókat, csomagolókat és forgalmazókat is vizsgálnak ebben a hónapban. Bárhol, ha mi ellenőrzünk, akár előállítás területén, akár a kereskedelem területén, mindenképpen a nyomonkövetést, hogy el tudjon számolni az a élelmiszeripari vállalkozó, hogy mit honnan vett, vásárolt, illetve mit hova adott tovább. Tehát ez az legelső szempont, amit mi ellenőrzünk, ezt nagyon megköveteljük, az Európai Unió is, és mi is megköveteljük ezt. A másik, amit ellenőrzünk magán a terméken, természetesen a jelölés az első, amit megnézünk, hogy azokat az összetevőket tartalmaz-e, amit kötelezően elő van írva, és természetesen mintákat is szoktunk venni. 150 ellenőrzés után több minta is érkezett a nyíregyházi laborba, ahol ellenőrzik a minőséget, és különböző mikrobiológiai vizsgálatokat is végeznek a szakemberek. Elsődleges szempont, hogy a termékek az élelmiszerkönyvben feltüntetett feltételeknek megfeleljenek. Évek óta folyamatosan javuló tendencia van az élelmiszervállalkozásoknál, azt tapasztalunk. Korábbi években is súlyos hiányosságokat mi megyénkben nem találtunk soha. Eddig ebben az ellenőrzési ciklusban sem találtunk még, mert arról már, bár eredmények még konkrétak nincsenek, de arról tudnánk, hogy a súlyos lett volna, mert akkor már beintézkednünk kellett volna. Kisebb hiányosságokat mindig találunk, de ezek is egyre kevesebb már. Kereskedelemben, forgalmazás területén korábban gyakrabban találtunk olyat, például, hogy lejárt szavatosságú minőségmegőrzésű terméket találtunk, ma már ez is ritkább. A szakember szerint a tudatos vásárló szerepe is fontos. A termékek ugyanis hiába lehetnek megfelelő minőségűek, hanem az előírások szerint tárolják. Bár a korábbi évekhez képest kevesebbet, más országokkal összehasonlítva még mindig sokat dohányoznak a fiatalok Magyarországon, derül ki az Egészségügyi Világszervezet és a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet közös felméréséből. De nem csak a fiatalkori, a terhesség alatti dohányzás is sok veszéllyel járhat. Van olyan védőnői körzet Nyíregyházán, ahol a kismamák negyede cigizik. 2010-hez képest kevesebbet, más országok átlagához képest mégis sok fiatal dohányzik Magyarországon. Korábbi felmérések azt igazolták, hogy a 6. évfolyamos diákok 4,5%-a dohányzik rendszeresen, 2 évvel később pedig már 13%-uk gyújtott rá legalább egyszer havonta. A középiskolások körében ez az átlag még nagyobb számokat mutatott, a 9. évfolyam negyede, míg a 11. osztályosok 37%-a dohányzik, derül ki a Semmelweis Egyetem Népegészségügyi Intézet felméréséből. Egyre fiatalabb gyerekeknél látjuk és tapasztaljuk, főleg azért, mert a családok nagy részében, majdnem minden családban van legalább egy felnőtt, aki dohányzik, akár apa, akár anya, akár nagy családon belül is. A fejlődő szervezetre sajnos nagyon káros hatása van, és ezt a fiatalok nem igazán tudják felmérni. Ugye szűkíti az ereket, elsősorban a növekedésnél vannak problémák. A dohányzás főbb hatásai a tüdő problémák előidézése, a szájrák, valamint fiatal lányoknál a meddőség, fiúknál pedig az impotencia zavarok kialakulása. A terhes nők esetében még nagyobb a kockázat, ilyenkor ugyanis nem csak az anyai, hanem a magzati ártalom veszélye is fennáll. A terhesség alatt főleg az első 12 hét a meghatározó, ugyanis ekkora alakul ki a babák szervrendszere, a méhlepényen keresztül pedig passzív dohányzóvá válik a magzat. Van olyan védőnői körzet Nyíregyházán, ahol a kismamák negyede cigizik.
magzati ártalmaknál ugye elsősorban a koraszülés veszélyét, a kissúlyú babának, illetve az intelligencia kialakulásának a csökkenését szoktuk megjegyezni. Nagyon sokszor már a látogatások során figyelemmel kísérjük azt, hogy valóban betartja a kismama az ígéreteit. Nagyon jellemző az, hogy sajnos bizonyos rétegek nem is veszik ezt komolyan, nem is érdekli az, hogy most ő dohányzik, vagy nem dohányzik. Sokan sajnos azzal érvelnek, hogy ó, leszoktam, nem szoktam le, egy-két szállat szívok el naponta. Igazából nem is veszik azt figyelembe, vagy nem is érdekli nagyon sok kismamát az, hogy az egy-két szál is ugyanolyan veszélyes, mint hogyha többet szívne el. A dohányzás ártalmainak csökkentése akkor a leghatékonyabb, ha már akkor leszoknak a dohányzásról, amikor még csak tervezik a babát. A szülés után sem lehet rögtön rágyújtani a kismamáknak, egészen addig nem javasolt, amíg szoptatnak. A leszokás után már 24-72 órával érezhető a jótékony hatás. November végéig tartó rendezvény sorozattal és különböző akciókkal ünnepli 25. születésnapját a Nyíregyházi Vellapékség. Lakatos Tibor tulajdonos legújabb egységük megnyitóján elmondta, az egykor két alkalmazottal induló cég ma már közel 100 dolgozónak biztosít munkalehetőséget a megyeszékhelyen. 25 éve ezelőtt november végén a Kelet-Alaznak a pincébe kezdtük a működését. Maga a pékségnek az alapterülete 25 négyzetméter volt, tehát ott kettő tanuló fért el mindössze. Most a egy kemencének a felülete jóval nagyobb, mint az akkori pékség teljes területe volt, és a létszám pedig hát meg 50-szereződött közel. Színezőket, plusz állatokat és két tévét kaptak a Nyíregyházi Józsa András Oktatókórházban gyógyuló beteg gyerekek egy helyi segítő csoporttól. Nyíregyházi anyukák döntöttek úgy, hogy ajándékokkal lepik meg a kicsiket. Az osztályon jelenleg több mint 50 gyermek gyógyul. Dicső Ferenc osztályvezető főorvos azt mondta, az ország egyik legmodernebb részlege a Nyíregyházi. Itt a szülők éjjel-nappal bent lehetnek gyermekeikkel. Első látásra szerelem, plüss bocit kapott Dalma. Ez a kisfiú pedig ruhásdobozt bontott ki. Több tucat pakban érkezett adomány a Józsa András kórház gyermek részlegére. A szülők úgy érzik, hogy így könnyebben telik majd az idő a kórházi kezelés alatt. Igen, fontosnak tartom a gyerekeknek kell, hogy sokkal jobban érezzék magukat, otthonosan érezzék magukat, így a betegen és ebbe a környezetbe. Így is szegények rémüldöznek, úgyhogy szükség van rá. Nyíregyházi anyukák döntöttek úgy, hogy összegyűjtik az otthonokban feleslegessé vált játékokat. Kerestek szponzorokat is, az adományokat pedig ma hozták el a kórházba. Adományoztunk két tévét. Egyiket szponzori felajánlás volt, a másikat a nyíregyházi anyukák adták össze a pénzt rá. A játékoknak és az adományoknak nagyon széles skálája van a dobozokban. A ruhától, a készségfejlesztő játékokig, a fiús játékok, lányos játékok, babakocsi, kifestő, színező, könyvek, színes ceruza, és még sorolhatnám. A gyermekosztály tágas kórtermeiben nem csak a beteg, de a szülő is elfér. A falakra pedig több helyen televíziót szereltek. Dicső Ferenc főorvos azt mondta, korszerű gyógymódok ide vagy oda, a gyermek akkor gyógyul igazán, ha az édesanyja mellette lehet. Náluk a szülő éjjel-nappal bent maradhat a kórteremben. Ez az új kubatúra azt tudja nyújtani, hogy a szülő és a gyermek folyamatosan 24 órán keresztül itt tud tartózkodni a gyereke mellett, és nem csak az általános kisebb, úgynevezett kisebb betegség, mondjuk egy tüdőgyulladás kapcsán, hanem ha valakinek intenzív ellátásra van szüksége, a gyerek intenzív részlegünkön, vagy a sebészeti részlegünkön, vagy az újszült intenzív ellátó részlegünkön is lehetőség van arra, hogyha az anya szeretné, akkor ő akár éjszaka is ott tud a gyerekével tartózkodni. A nyíregyházi anyukák nem állnak meg itt, újabb jótékonysági akciót terveznek. Mi januárban alakultunk, ahhoz képest nagyon gyorsak és ügyesek voltunk, mert anyukák vagyunk, és mindent megoldunk. Éves szinten még tervezünk több segítési formát. Most a gyermekfertőző osztályra szeretnénk falmatricákat gyűjteni, és utána gyereknap, télapó, karácsony, és hát vannak hosszú távú terveink és álmaink. Most az egyik hipermarket lánccal tárgyalnak. Azt szeretnék, ha a beteg gyermekek a lehető legboldogabban tölthetnék el az időt a kórházi kezelésük alatt.
Minőségi útfelújítás kezdődött meg a napokban az Újfehértót Nagykállóval összekötő útszakaszon. Összesen bruttó 1 milliárd 142 millió forintos támogatási összegből, mondta el sajtótájékoztatóján Simon Miklós, fideszes országgyűlési képviselő. A politikus hozzátette, a 49-12-es út a megye két fontos városát köti össze. A fejlesztés egy 25 éve várt hiánypótló beruházás, ami előre láthatóan 4 hónapon belül elkészül. A 49-12-es út hossza az összesen 19 kilométer. Ebből az elmúlt esztendőben regionális operatív program forrásából a kormány döntése alapján, ami 825 millió forintot jelentett, 6 kilométer készült el, és most pedig a maradék 13 kilométer felújítása fog megtörténni reményeink szerint. Magyarország az elmúlt 2 évben 3 helyet esett vissza a korrupciós világranglistán, hangzott el a Jobbik mai sajtótájékoztatóján. Gyüre Csaba, a szervezet országgyűlési képviselője elmondta, pártja valódi nemzeti konzultációt szeretne ebben a kérdésben, emellett a bűncselekmény gyanús ügyek nagyobb arányú felderítését is szorgalmazzák, a párt ezért indította el tavaszi antikorrupciós hadjáratát. Központi csapatot állítottunk fel, olyan szakértői csapatot, akik hozzáértőek a korrupció feltárásában, és segítséget nyújtanak a jobbikos politikusoknak, mind központi, mind önkormányzati szinten, hogy tárják fel a korrupció gyanús ügyeket. Ezen túlmenően a Jobbik Magyarországért mozgalom regionális szinten oktatásokat szervez a politikusainak, önkormányzati képviselőinek, választókerületi politikusainak, hogy helyi szinten is minél nagyobb mértékben tudják feltárni a korrupciót Magyarországon. Patkarendezési munkálatokat végez a Kótai önkormányzat Sóstóhegy és Nyírszőlős között. A munkálatok idejére útszűkületre számíthatnak az arra közlekedők. A munkálatok várhatóan hétfőn délutánra fejeződnek be. Két személy sérült meg abban a balesetben, amely a 4-es számú főútvonal átvezető szakaszán az Incédi soron történt. Egy figyelmetlen sofőr álló személygépkocsinak ütközött. Az autót vezető férfi és utasa megsérült, az anyagi kár jelentős. 3 napos országos zongoraverseny kezdődött Nyíregyházán a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában. A megmérettetésre 71 diák jutott be. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 3 évente hirdeti meg az országos művészeti tanulmányi versenyek közül a zongoraversenyt. Az első ilyen megmérettetés 1977-ben volt, már akkor is Nyíregyházán. Többek között értelmi, szociális és érzelmi képességeket is erősít a zenélés, ezért előnyös, ha egy gyermek nem csak hallgatja a zenét, hanem játszik is valamilyen hangszeren. Az egyik legkedveltebb hangszer még mindig a zongora, a nyíregyházi Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában is ezt a hangszert választják a legtöbben. Közel 250-en tanulnak az intézményben zongorázni. Az országos művészeti tanulmányi versenyek közül a zongora versenyt 3 évente szervezik meg, idén már 14. alkalommal mérik össze tudásukat az ország legjobb fiatal zongoristái Nyíregyházán. Szigorú szabályozása van, hogy milyen műsorral tudnak részt venni a versenyen, van kötelező anyag és van szabadon választható. Az országban összesen 7 helyen volt területi válogató, amiből összesen 71 növendék jutott be ebbe az országos döntőbe, ami 42 iskolából jött össze, és 63 felkészítő tanár áldozatos munkája révén. Az ünnepélyes megnyitón Boros Misi a Virtuózok című komoly zenei tehetségkutató műsor kicsik korcsoportjának győztese is játszott. Díszhangversennyel és teltházzal kezdődött az országos zongora verseny. 3 évvel ezelőtt nyertem meg itt a zongoraversenyt, ugye ez a Nyíregyházi országos zongoraverseny, a kiemelt első díjat kaptam, ez 2013-ban volt, az nagyon nagy élmény volt számomra, hogy itt lehettem, és akkor elhatároztam, hogy egyszer majd muszáj lesz, hiszen annyira tetszett ez a hely, Nyíregyház a gyönyörű város, úgyhogy élmény volt itt lenni, és most nagyon örülök, hogy itt megkaptam a lehetőséget, hogy megnyitón játszak, mert tényleg gyönyörű hely, és jó itt lenni. Boros Misi felkészítő tanára több pécsi diákkal érkezett a versenyre, szerinte fontos a megfelelő darab kiválasztása.
nyilván a tudást figyelembe kell venni, de azért a növendék egyénisége sem maradhat alul. Meg az a tanári szempont sem, hogy mindenből fejlődni kell, és hogy a különböző karaktereket is meg kell tanulni, mint egy színésznek, hogy egyszer kiáltok, egyszer suttogok, egyszer drámai vagyok, egyszer pedig nagyon bensőséges. Egyébként ebben az évben egy kicsit nehezebb a második, harmadik korcsoportosok műsora, mivel két fordulósá vált a verseny, és ez azért nehezítette a felkészülést is, nyilván több művel, több időben kellett foglalkozni. A díjkiosztó ünnepséget és gálahangversenyt március 20-án vasárnap tartják majd a nyíregyházi Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában. Vízvilágnapi futóversenyt szervez a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság március 19-én szombaton. A tiszabercelei töltésre várják az érdeklődőket a futamok az idén 120. évfordulóját ünneplő helyi Szivattyú telepről indulnak majd. 9:30-kor a legkisebbek 500 méteres futama kezdődik, mondta el március 11-i Víkend című műsorunkban a Vízügyi Igazgatóság igazgatási és jogi osztályának vezetője. Egy kis ovis és egy iskolás nagy örömmel fut a gyönyörű tiszabercelei töltés tetején. Bal oldalon a Tisza folyót látja, jobb oldalon pedig a gyönyörűen lekaszált zöldellő töltést és a szántóföldeket, és a új generációs Szivattyú telepünket is, ami a közelmúltban lett felújítva. Két nyíregyházi atléta is az élmezőnyben végzett az Aradon megrendezett Dobó Európa kupán. Az U23-as mezőnyben a diszkoszvető Káplár János a negyedik lett, csapatban pedig a dobogó második fokára állhatott fel. Ugyanebben a számban Kerekes Dóra az ötödik helyen végzett, a csapat tagjaként pedig aranyérmet vehetett át a szintén utánpótlás korú versenyző. 18, köztük 3 nyíregyházi atléta képviselte a magyar színeket a romániai Aradon megrendezett Dobó Európa kupán. A felnőttek között súlylökésben induló Kerekes László elmaradva egyéni legjobbjától 15 méter 98 cm-es teljesítménnyel a 14. helyen végzett. Az U23-asoknál diszkoszvetésben Káplár János 56-31-es eredménye a negyedik, Kerekes Dóra 51-08-a pedig az ötödik helyhez volt elegendő. Külön értékelték a csapat teljesítményeket is, a pontverseny alapján az U23-as nők elsők, a férfiak pedig másodikok lettek, így Kerekes Dóra egy arany, Káplár János pedig egy ezüstéremmel gazdagodott az Európa kupán. Kerekes László edzőben az érmek ellenére is maradt némi hiányérzet. Nagyon jól melegítettek, nagyon jól versenyeztek, nem tudom, talán kicsit túlgörcsölték, érezték, hogy nagyon jó állapotban, nagyon jó formában vannak, nagyon jól melegítettek, és általában ilyenkor az szokott lenni, hogy az ember, amikor egy kicsit túlgörcsöl, túl előködik, akkor technikai hibához vezet, és ez jelentette azt, hogy nem tudták hozni azt, amire a melegítések alapján elvárható lett volna. A bemelegítő dobások után Káplár János is jobb eredményt várt magától, mint a bő 56 méter. A mezőny az ugyanaz volt, ami a tavaly Európa-bajnokságon volt, kivétel egy-két ember persze, így arra tekintve a negyedik hely az annyira nem rossz eredmény, viszont az 56 méter 31-et, amit elértem, az jóval kisebb, amennyit szerettem volna, mert melegítőre 58 felett kétszer is dobtam. Szerettem volna egy egyéni csúcs közelébe legalább egy egyéni csúcsot dobni, de úgy erről most lemaradtam, aztán készülünk tovább keményen. A jövő héten a 3 Aradon szereplő nyíregyházi atléta Szikszai Róbertel kiegészülve 2,5 hetes portugáliai edzőtáborozásra utazik, amelyet egy montenegrói felkészülési tábor követ majd. A szinte teljes egészében Szabolcs-Szatmár Bereg megyei játékosokra épülő Észak-Magyarország válogatott 2-0-ra legyőzte Dél-Magyarország csapatát Cegléden a régiós amatőr válogatottak tornája elődöntőjének első mérkőzésén. A sorozat győztese képviseli majd Magyarországot az őszi amatőr Európa-bajnoki selejtezőkön. Az Észak-Magyarország válogatott keretében 16 játékosból 14-en Szabolcs-Szatmár Bereg megyében rúgják a labdát, közülük 7-en Ibrányban játszanak Gerlicki Máté keze alatt. A régiós amatőr válogatottak tornájának keleti elődöntőjében Cegléden, műfüves pályán a találkozót végig irányítva Kosztea 23. és Varga 90. percben esett találatával 2 gólos előny szerzett a visszavágóra az északi gárda. Már nem csak szabolcsi játékosokat lehetett meghívni. Egy Hajdú megyei és egy Borsod megyei játékos volt a keretben, ők a kezdőben is szerepeltek.
nem tudtunk gyakorolni előtte, ezért nem tudtuk azt, hogy akkor mi várható a saját csapatunktól. Tudtuk, hogy azért masszívak leszünk, szervezettek leszünk, ami be is igazolódott. Az ellenfelet én azt mondom, hogy ismertük, és tudtuk azt, hogy mi az erőssége és mi a gyengéje. Ezt próbáltuk kihasználni, ezek szerint egész jól ment. A visszavágót március 30-án rendezik Ibrányban. A szakember a két gólos előny birtokában bízik a döntőbe jutásban. Akármennyire is jó az Ibrányi pálya, biztos, hogy lassabb lesz a játék. Ez mindenképpen annak kedvez, akinek jó az eredmény, és nem kell sietetni a játékot. Én azt mondom, hogy ugyanígy kell játszanunk, mint az odavágón. Ott sem álltunk be védekezni, hanem váltogattuk azt, hogy időnként letámadtuk az ellenfelet, néha visszahúzódtunk és területet hagytunk saját magunknak, gyors embereink vannak, úgyhogy ezt próbáltuk kihasználni. Én azt mondom, hogyha ugyanígy tudunk játszani, ugyanebben a felfogásban, nagyon egymásért küzdöttek a játékosok, még annak ellenére is, hogy volt, aki ott mutatkozott be egymásnak. Úgyhogy ezt legalább sikerült elérnünk, hogy egy csapatként működött az egész történet. Ha így tudunk játszani, akkor minden esélyünk megvan arra, hogy mi játsszuk majd Telkiben a döntőt. A május 16-án esedékes döntő győztese képviseli Magyarországot az őszi amatőr Európa-bajnoki selejtezőkön. A tervek szerint Nyíregyháza és Kisvárda lesz majd a tornaházi gazdája. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Eddig 150 húsvéti élelmiszerlánc ellenőrzést tartott a Nébih Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az elsődleges eredmények alapján biztonságosan lehet vásárolni az ünnepek előtt húskészítményeket, tojást, valamint egyéb az ünnepi hagyományokhoz köthető termékeket. Bár a korábbi évekhez képest kevesebbet, más országokkal összehasonlítva még mindig sokat dohányoznak a fiatalok Magyarországon. De nem csak a fiatalkori, a terhesség alatti dohányzás is sok veszéllyel járhat. Van olyan védőnői körzet Nyíregyházán, ahol a kismamák negyede cigizik. Színezőket, plüss állatokat és két tévét kaptak a nyíregyházi Józsa András Oktató Kórházban gyógyuló beteg gyerekek egy helyi segítő csoporttól. Nyíregyházi anyukák döntöttek úgy, hogy ajándékokkal lepik meg a kicsiket. A Kölcsei Televízió híradóját látták március 18-án pénteken. Heti hír összefoglalóval szombaton és vasárnap jelentkezünk, friss hírekkel pedig hétfőn este várjuk Önöket, addig is tudósításainkat megtalálják honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk kisebb esővel, akár hóval. Szombat estig a Kárpát-medence fölé egy anticiklon, keleti peremén észak felől hideg front érkezik, amely holnap át is vonul felettünk, mögötte sarkvidéki eredetű légtömeg érkezik fölénk. Bár a hideg zöme a Kárpátoktól kissé északkeletre vonul el, ismét gyengül a nappali felmelegedés. Estétől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. A nyugati, majd az északira forduló szél időnként megélénkül, reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a fátyol és gomoly felhők mellett több-kevesebb napsütésre is számítani lehet, helyenként előfordulhat futózápor, egy-egy hózápor. Az északi szél többfelé megélénkül, délutánra 8 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban átmeneti kis enyhülés után a jövő hét második felében újabb hideg hullám érkezik, vasárnap, illetve hétfőn változóan felhős időre van kilátás, több-kevesebb napsütéssel, elszórtan záporral. A hőmérséklet hajnalonként fagypont közelében, délutánonként a sok évi átlagnak megfelelően, majd kissé az alatt várható. Az egyik legismertebb népi időjárási regula kötődik a mai naphoz, Sándor József Benedek zsákban hozzák a meleget. A meleg egyelőre várat magára, a következő napokban is északias jellegű marad az áramlás iránya térségünkben.